Üdvözöllek benneteket a legeslegújabb videóba, ez a Drift Masters első fordulója, és most itt vagyunk csütörtök este 10 óra. A Dublini lettérem, innen megyünk a szállásra, ez a mínusz első nap. Pénteken, azaz holnap lesz a nulladék nap, ahol lesz 2 óra edzésünk. Szombaton lesz a szintén 2 óra edzés plusz a kvalifikáció, és miután bekvalifikáltunk, irány a verseny vasárnapi nap, úgyhogy ez a terv a hétvégén, és hát a versenyen meg majd meglátjuk, hogy mi újság lesz. Nyilván nagyon nehéz lesz, mert top 50 világ legjobb pilótája ellen, és 49. Nehéz pálya, nagyon technikás, az autó is új, tehát még szokatlan, úgyhogy lesz, ami lesz. Itt vagyok a pályán, és már elhagytam a megindítást. Ott, ahol a kamion van, ott van egy külső érintési zóna, az közben a megindítási vonalnál van, az egy touch and go, utána itt egy belső érintési zóna, itt ez majd az utolsó zóna, de itt még nincs felfestve egy külső érintési, ott valahol. Aztán ott az íven végén egy külső, ott szintén egy külső, ott szintén külső, és akkor így jövünk ide. Úgyhogy ez lesz a pálya. Fú, nagyon nehéz lesz, meg nagyon kemény, mert világ legjobb pilótái vannak itt, és az autót nekem meg még tanulnom is kell, úgyhogy kemény lesz! Az autó már készen áll, a pilóta még fejben rakja össze a dolgokat, úgyhogy majd látjuk, hogy lesz, nyilván izgalmas lesz. Meg volt az eligazítás és a kvalifikációval kapcsolatban, majd lesz egy a tandemezéssel kapcsolatban, de most egyelőre arra fókuszálom, hogy a kvalira összerakjuk a kocsit, és komolyan utána a versenyre egy picivel másik módosítást fogok alkalmazni. Addig várom, hogy végre mehessek a pályán. Végre elkezdődött a szezon. Azt hiszem, hogy még így nem vlogoltam, hogy megy az autó is, közben rajtam van a bukósusat, de annyi a helyzet, hogy pénteki nap vége felé járunk, még van fél óra hossza az edzésből, plusz megyek fel a rajtba. Már mentünk pár követ, de az autó nem nagyon állt össze, aztán hát majd meglátjuk. Sziasztok, itt Mr. L. Kevin jól megszokott magyar hangja, az angol kommentátorokat ismételten ebben az évben is, ahogyan megszokhattátok már tavaly. Én fogom magyarra fordítani nektek, ezzel segítve azoknak az embereknek, akik esetlegesen nem tudnak angolul, vagy hiányos az angol tudásuk. Szeretném, hogy értsétek ti is, hogy milyen
észrevételei vannak a bíráknak, illetve a kommentátorok hogyan véleményezik Kevin köreit. Az év idei első versenyét Írországban rendezték meg, ahol elég esős idő szokott lenni, viszont hál' Istennek mind a top csatákat, mind pedig Kevin első kvalifikációs körét elkerülte az eső, ezáltal mind a kettő maximális teljesítményt tudott nyújtani. Most pedig Kevin Piskoltit láthatjuk a rajtban. Azt mondják, hogy a legmosolygósabb ember a drift világában. Imádja ezt a sportot. Azt mondta, hogy 2018-ban a magyar fordulón, hogy ő Masters-ben fog versenyezni, most pedig itt láthatjuk. 800 lovas Chevy V8-at végig csőgázon nyomja a pályán. Nagyon ráteszi a falra, és az utolsó zónát is tökéletesen teljesíti. Azt mondják, hogy egy nagyon-nagyon szép és kontrollált kör volt. És úgy mutatta be, mintha ez tök könnyű lenne. Nem nyomta túl sehol, és nem kockáztatott semmit. Ez egy a bírák által elvárt, íven teljesített és szabályok szerint teljesített kör volt. És elmondják, hogy Kevin álma az volt, hogy egyszer itt legyen, és itt van. És évről évre egyre ügyesebb és ügyesebb. Lássuk a pontszámát. 83. Elég erős kezdés. Második kör, amikor már leesett az eső. Igen, hogy ő egy olyan srác, aki mindig nyugodt, mindig higgadt. Hát most elég keményen kezdte meg itt a driftet. Igen, és hogy talán egy kicsit túl gyorsan dobta be ide az első kanyarba, de nem. Hanem sikerül kontrolláltan megindítania és az első zónába beleterelni a kocsit. Igen, és hogy azt mondják, hogy volt egy kis hiba, egy kis korrekciót, de ebben a környezetben, ebben az esőben ez mondhatni, hogy elnézhető. Nagyon szépen, kontrolláltan és jól kezeli le az esős körülményeket. Igen, hogy nagyon idegesek voltak, amikor fogta Kevin és gyorsított az első kanyarhoz, de mégis bedobta és sikeresen teljesített az első kanyart, és hogy nagyon boldog ez az első körrel. Igen, és azt mondják, hogy hát azt gondolták, hogy Kevin itt a füvön fog kikötni, de nem. Nagy szög, nagyon szépen jó a vonalvezetés. És az egyetlen hiba ott az a kis korrekció volt a kézivel, hogy kiérjen a második zónához. Nagyon szépen teljesíti itt a terhelésváltást is. Ráteszi a falra. Nézzük, hány ponttal értékelik a bírák ezt a körét. Vajon sikerül javítani a 83 ponthoz képest? 78 pontos kör, és 12. helyen zárja a kvalifikációt Kevin. Kevin bekerült a top 32-be 12. helyen, ezáltal a második nap részt vehetett a páros csatákban, első ellenfele Manuel Vacca. Nézzük a top 32 első csatáját. Az olasz és a magyar összecsap. Manuel Vacca autójában egy S51 B32 turbón van, Watts Motorsport, talán 8-900 vagy az is lehet, hogy 1000 lóerő. Kevinnek pedig a jól megszokott V8 kompresszor 880 lóerővel. És azt mondják, hogy Manuel Vacca egy kicsit bizonytalan volt a kvalifikációban, Kevin pedig nagyon higgadt, nyugodt. És hogy Manuel Vacca egy tapasztaltabb pilóta, de Kevinnek pedig a stílusa és az a nyugodtsága
teszi igazán jó pilótává. Kevin brutálisan belekezd az első zónába. Manuel Vaca megpróbált utolérni egy korai terhelésváltással, de nem sikerült neki. Kevin pedig elautózik Manuel Vacától. És Manuel Vaca mindenáron próbálja utolérni szögcsalásokkal, ívlevágásokkal, de nem sikerül neki. Igenis elmondják, hogy nagyon ki akart lőni, hogy odaérjen Kevin mellé a korai terhelésváltással, de sajnos nem sikerült neki. Már itt látszik, hogy Kevin eltávolodik Manuel Vacától. Igenis, hogy ez a korai terhelésváltás, ez sajnos nem volt kifizetődő. Kiemelik a sportbíró, az indítóbírónak a munkáját, hogy mindig van nála gyorskötöző, mindig van nála duct tape, és mindig odafigyel, hogy ezek a pilóták azok úgy tudjanak felmenni a pályára, hogy minden alkatrész rajta van stabilan az autón, és nem fog leesni menet közben. Manuel Vaca előhaladóként, Kevin pedig hátulhaladóként. Igen, és hogy nem hibázhat Kevin, hiszen most már a zsebében van a győzelem. Igen, és hogy Manuel Vaca nagyon durván kilő. Igen, és hogy most pedig Kevin már elkezdi megszorongatni. Füstön keresztül Kevin megpróbálja utolérni Vacát. Teljes mértékben Kevin azt tette, amit tennie kell. Pont annyira maradt le, amennyire szükséges volt. Teljesítette úgy a pályát, hogy biztosan tovább jusson a top 16-ba. Nem volt az, hogy túlságosan agresszív volt, vagy bevállalt volna olyan dolgokat, aminek nincs értelme, hiszen már a győzelem a zsebében van. Ez választja el az átlagos pilótát a jó pilótától, hogy a jó pilóta az nyugodt tud maradni még olyan helyzetekben és olyan szituációkban is, amikor mondjuk volna lehetőség bizonyítani, de nincs értelme, mert nem szükséges. Kevin Biscolti bejutott a top 16-ba. Hogy mindig mosolyog, de hogyha győz, akkor még nagyobb mosoly van az arcán. Top 16-os csata Ora Nielsen Piscolti Kevin ellen. Piscolti is formában van, Ora Nielsen is formában van. Ez egy brutálisan komoly csatának ígérkezik. Igen, és elmondják, hogy Kevin a depóban tök nyugodt, mint hogyha csak inná egy teát, majd jó kis csata lesz, meglátjuk milyen lesz. És mind a két pilóta egyébként kiemelhetően nagyon nyugodt. Lássuk, hogy milyen lesz az összecsapás. Tudják, hogy itt most maximálisan kell teljesíteni, és hopp. Kevin vajon neki ment, vagy nem ment neki? Ezt beszélgetik, és azt mondja az egyik kommentátor, hogy hát szerintem biztos, hogy neki ment Kevin, és hogy Ora Nielsen ezért nem indította meg. Marsalok mindjárt kihirdetik, hogy mi az eredmény. És elmondják, hogy Ora Nielsennek tönkre ment a váltója. Ora Nielsen egyszerűen nem indítja meg. Nincsen súlyáthelyezés az autónak, még csak irányba sem tette a kocsit, ott már látszott, hogy valami probléma történt. Igen, sajnos ez nem az első technikai probléma itt a Top 32-ben. Nagyon jó lenne jó csatákat látni, de hát az év így kezdődik, azért az emberek tesztelik az újonnan újraépített kocsikat, és előjönnek ilyen technikai problémák. Van, amikor ez teszten sajnos nem tud kijönni, van, amikor versenykörülmények között jönnek elő ilyen problémák, és ezt itt nem tudják orvosolni olyan gyorsan, hogy utána vissza tudjanak menni a rajtba. Ora Nielsen nagyon jól kezelte ezt a problémát, nem taposott rá a fékre, hanem hagyta, hogy guruljon a kocsi, és ezáltal nem okozott balesetet. Igen, és egy kis darabja Kevin Piscolti lökhárítójának beleragadta a hátsó lökhárítójába, majd valószínű, hogy a depóban visszakapja Kevin.
Igen, és elmondják, hogy azt kell csinálni a Kevinnek, hogy meg kell indítani, és az első ívet meg kell csinálni ahhoz, hogy bizonyítsa, hogy az ő kocsia tökéletesen működik, ezáltal így fogják tovább juttatni. Küldi a szívet mindenkinek. Biztosan szeretett volna arra Nielsennel egy brutálisat csatázni, de sajnos ez most nem jött össze. Igen, és Kevin megindítja, megcsinálja az első ívet, ezáltal tovább is jutottják őt top 8-ba. És ugye ez nagyon jó kezdés Kevinnek, bármennyire is az ellenfél technikai hibája miatt jutott tovább, de bent van a top 8-ban, most már hivatalosan is. És jön a top 8-as csata, ahol Lori Heinonen pilótával csap össze Kevin. Lori Heinonennek a híres neves NASCAR 9000-et forgó V8-as motor van a kocsijában, amit ebben az évben bekompresszoroztak, ezáltal már belépett az 1000 lóerős kategóriába, jól tudom, akkor 1050 lóerő, 9000-et forog, tehát mondhatni, hogy ez a kocsi soha nem fogy el, de... Kevin autója annyira brutálisan gyors, hogy nagyon reméljük, hogy sikerül megszorongatnia és megnyernie ezt a csatát, és tovább jutnia a top 4-be. Mind a ketten brutálisan ügyes és jó pilóták. Nézzük. Igen, és hogy Kevin eltávolodik Lori Heinonentől, de elkezd lecsúszni a pályáról, és lemegy teljes mértékben. Elveszíti az irányítást a kocsi fölött, és Lori Heinonen megérezte, hogy Kevin túl gyorsan fog menni, ezért nem is követte a fűre. Igen, és elmondják, hogy hát, hogy látták, hogy Lori Heinonen inkább visszalassít, és lehet, hogy Lori már látta, hogy Kevin túl gyorsan megy bele ebbe az első kanyarba. És elmondják, hogy ha te beleugrasz a kútba, akkor én is ugrok utánad, és hát nem. Ugye egy tapasztalt pilóta az meg tudja ezt választani, és ezáltal nem autózik rá a másikra, hanem hagy neki helyet, hogy kényelmesen kicsúszson a fűre. Lássuk, hogy hátulhaladóként Kevin esetleg hibára tudja késztetni az előhaladó Lori Heinonent. Kevin feldobta a kezét, úgyhogy elmondja, hogy ha nem próbálod meg, sosem tudod meg, hogy vajon kiadja vagy nem. Tehát ez nehéz, nagyon nehéz ennek a pályának az első kanyarra, de nézzük. Kevin ráautózik Lori Heinonen, de kiegyenesedik, egy nagy hibát vét. Valamit kellene, hogy megpróbáljon Kevin, hogy hibára késztesse Lori, de Lori Heinonen tökéletesen teljesíti a pályát. Kevin ismételten próbálkozik, de sajnos hiába. Elmondják, hogy nagyon-nagyon idegesen vezetett a Kevin, nem volt már az a nyugodt, megszokott pilóta, és hogy hibát hibára halmozott. Ezen a szinten, amikor már itt a Mastersben teljesítesz, akkor nem szabad hagyni, hogy az érzelmek kontrollálják a vezetési stílusodat, hiszen akkor hibát hibára halmozol, hogyha idegesen vezetsz. És Lori Heinonen körét kiemelik, hogy brutálisan szépen és mondhatni tökéletes kvalifikációs kört lenyomva teljesítette a pályát. Lori Heinonen gratulál Kevin, és hivatalosan is Lori Heinonen tovább jut a top 4-be. Hazaértünk, és egy fantasztikus hétvégét zártunk az előző héten. Eszméletlen kemény volt, és mielőtt elköszönnék, meg szeretném köszönni nektek azt a nagyon sok jó kívánságot, jó szavakat, a sok szurkolást, hogy ennyien néztetek minket élőben, a tévén, tehát ez valami fantasztikus érzés, nagyon sok erőt ad nekünk ez a sok pozitív energia, illetve nagyon szépen köszönöm a csapatnak az egész hetes, és a jövő hetes, meg a hétvégi munkát, ugyanis mire kiutazik a kocsi, meg hazajön, az egy-egy hét, majdnem, plusz az ott töltött idő, az nagyon sok türelmet, energiát és gondolkodást vesz igénybe, hogy a lehető legjobban állítsuk be a kocsit, illetve a
pilóta is jól szerepeljen a pályán. Nekem van a legszuperebb csapatom, és innen is nagyon hálás vagyok nekik, hogy lehetővé teszik azt, hogy egy nagyon szuper kocsival mehessek a Driftmasters mezőnyébe. A top 8-ra még így visszatérve, hát igazából az a helyzet, hogy nagyon felment bennem a pumpa, és hát túlnyomtam. Túlvállaltam magam, és annak a vezetési stílusomnak az autó beállítása nem a legmegfelelőbb volt, viszont ebből a hibából tanulva igyekszünk minél jobban odafigyelni a következő fordulón a beállításokra, illetve nekem is egy kicsit jobban le kell higgadjak, hogy átgondoltabban rajtoljak el. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt, és sziasztok!